Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni. Gyakorlatilag eléggé fura dolog lesz, mert igazából egy kis barkácsolást igényel, de senkinek nem okozhat semmi problémát. Arch Linux alatt a biztonságos frissítés elég kérdéses, nem szokott problémát jelenteni a frissítés. Az elmúlt 3-4 év alatt alig-alig találkoztam problémával, de előfordulhat. Az Arch alatt a frissítés a legfrissebb csomagokra frissít. Tehát, hogyha én most ebben a pillanatban Arch alatt felfrissíteném a rendszeremet, a legfrissebb csomagokat kapnám, amiben hibák is lehetnek, nem szoktak lenni, de előfordulhat. A rosszabb eset, hogy nem egy felhasználói programban van hiba, hanem a rendszered nem fog elindulni, volt ilyen. Az elmúlt 4 év alatt, amióta én Arch-ot használok aktívabban, 2 darab olyan problémával találkoztak az emberek, amely a rendszert érintette és tömegesen. Az első, illetve a második, mert visszafele megyünk, a grubot érintette, a másik pedig a partíciók felismerésével kapcsolatos dolog volt. Mindegyik olyan volt, hogy nem indult el a rendszered. Nem egy embernek, nem egy rendszerben, nem véletlenszerűen, hanem nagyon sok emberben. Egy-két óra alatt, egy-két nap alatt javították a problémát, nem jelentett gondot. De ezt én szeretném kikerülni, még akkor is, hogyha Arch alapú rendszert használok. Ennek több megoldása van, használhatunk például Manjarót, amely visszatartja a csomagokat, és később kapod meg 1-2-3 hetes késéssel. Volt erről szó, ez is egy megoldás. A másik gondolat az, hogy ideális lenne várni a frissítésekkel egy picit, és csak akkor frissíteni, ha kiderül másnál, hogy nincs semmi gond. Erre igazából megoldást lehet találni, különböző megoldásokat kitalálnak, különböző rendszermentéseket kitaláltak az emberek, de én úgy gondolom, hogy jobb lenne az egész rendszermentést, lementem a rendszert, kiderül, hogy rossz a frissítés, akkor visszatöltöm, ezeket kikerülni. Ezt megoldhatjuk, mert nagyon okos az Arch-nak a rendszere, azaz az Arch napi dátumozású tárolókat ad alapesetbe, ami az aznapi állapotot tartalmazza. Azaz a mai állapot, önnek nincs dátuma, hanem a tegnapinak van tegnapi dátuma, és ott van bent a nevébe a 2017-es, nem tudom, hogy van-e ilyen, természetesen 2017-es december 3-ai tároló, az külön ezzel a dátummal el van látva, és hogyha valakinek olyan gondolata van, hogy visszamenne az időbe, és azt próbálná ki, arra is van lehetősége. Nem tudom, hogy milyen távolságban, időtávolságban vannak ezek archiválva, de van rá lehetőség. Azaz, hogyha az ember egy kicsit ismeri ezt a megoldást, akkor trükközni is tud. Én az EOS-ban egy Arch alapú rendszerben, ami nagyon kényelmes, mert nagyon-nagyon közel van az Archhoz, pár kis scriptet, programocskát adnak az Archhoz, de én egyetlen egy scriptet emelnék ki. Ezt a scriptet fogom bemutatni egy natív telepítésű EOS rendszerbe, hogy megnézzük, hogy hogyan működik. Hogyha véletlenül EOS-t használsz, természetesen nagyon jó Arch alapú rendszer, én azt tesztelem jelen pillanatban, az EOS kötőjel bas, sáret csomag része ez, amit használni fogunk, azaz ezt a csomagot kell telepíteni, mert a saját nevén nem fogod megtalálni, de ezt érdemes telepíteni, és akkor megkapod ezt az egyszerű kis scriptet. Ennek a scriptnek az előzményét, ami nincs ennyire szépen kicsicsázva, meg egy picit kevesebbet tud, azaz az alapjait egy cikk tárgyalja, ha nem akarsz idegen ástárolókból összeszedett akármilyen programokat telepíteni, természetesen, hogyha van egy natív Arch telepítésed, például egy magyar Arch, nem fog semmi gondot okozni, hogy felvedd ott a repo listába az EOS-nak a repoit. Természetesen rengeteg script van benne, természetesen rengeteg kis program van benne, természetesen nagyon Archhoz közeli gondolatokat osztanak meg, azaz probléma nem lesz, de ha nem akarod, akkor ebbe a cikkbe tárgyalt, ránézünk erre a cikkre, ebbe a cikkbe tárgyalt kis scriptecskét egy kicsit módosítod, vagy kipróbálod így, és akkor ugyanazt az eredményt meg fogod kapni. Nézzük is meg ezt a scriptet. Felmegyünk az EOS oldalára, megkeressük ezt a címet,
a Wikiben lesz, egyszerű visszaminősítés dátum szerint. Ő tárgyalja az előzményeket, gondolatokat, egyebeket. Én azt mondom, hogy ha valakinek van kedve, olvass el, ha valakinek nincs kedve, ne olvass el. Gyakorlatilag azt a szkriptet, amit itt megtalálunk, itt leírja, hogy milyen szkriptet érdemes használni, átolvasod. Ez nem teljesen felel meg annak a szkriptnek, de pontosan ugyanúgy működik, mint amit én bemutatok. Mit csinál? Meghívja a JAD-ot, annak a kalendár részét. Meglátod, hogy ez egy kalendár, amiben bejelöljük, hogy melyik dátumra van szükségünk. Ennyi. Tehát egy egyszerű kis panelt kapunk, és lementi azt a dátumot, és a repo, a mirror, a tükörlistához hozzá fogja adni ezeket a tükröket ezzel a dátummal, tehát azt a dátumú repot fogja tükröt hozzáadni, amit te kiválasztottál, úgy néz ki a géped szerint, hogy ő bizony azt a dátumos repókat látja, nyilvánvalóan egy régebbi, hát a jövőbeli repókat, tükörlistákat nem tudunk előállítani, és erre fog frissíteni. Nézzük is meg, hogy maga a script hogyan működik. Első lépésben megismétlem, EOS alatt vagyok, a legújabb verzió alatt vagyok, bár ez a régebbi verziókban is bent van. A megfelelő programot telepíteni kell, maga a telepítés nagyon egyszerű, hogyha nem EOS alatt dolgozol, természetesen fel kell venni a repókat, semmi gond nem lesz az Arch telepítéseddel, hogyha ezt az egy darab csomagot felveszed. EOS kötőjel bas, kötőjel shared. Ahogy lehet látni, ezt a csomagot telepíteni kell. Ez különböző kisebb skriptek, gyakorlatilag egy nagyon kényelmes skriptgyűjtemény. Ebből egyetlen egy dolgot szeretnék bemutatni. Természetesen bármelyik Arch alapú rendszeren működik, illetve vélhetően más rendszereken is működik, ha a skriptet átírod, de gyakorlatilag nézzünk is bele, hogy mit tartalmaz ez az egy darab fájl. Megnyitom a fájlt, kírja, kilistázza. Ha végignézed, tedd meg, gyakorlatilag annyit csinál, megadhatod egy kis keretben, egy kis előugró ablakban, hogy melyik dátumra való és archív Arch repókat szeretnéd használni. Ahogy említettem, Arch alatt a repók napi szinten mentve vannak, tehát minden napra külön-külön-külön mentés van, és azokat, bár azt jellemzően nem sokan tudják, tudod használni. Tehát egy régebbi programot, egy régebbi verziót is elő tudsz keríteni, azaz menjünk is tovább, mi maga a parancssor. Első körben az EOS a JAD-on keresztül egy kalendárt elénk fog adni, amiben megadod azt a dátumot, amire nekünk szükségünk van. Én egy korábbi pár nappal ezelőtti dátumot fogok tesztként megadni, és utána ő beírja ide a repók közé, a te repókat tartalmazó fájlodba azt a dátumos repót, amire szüksége van. Azaz átírja a te repós listádat, aztán utána majd ki fog derülni, hogy mi lesz. Természetesen a végén vissza fogja állítani az eredetit, de amikor te frissíted a rendszert, akkor a régebbi, az adott dátumhoz rendelt repók lesznek, tükörszerverek lesznek megadva, azaz azt látod, mintha x nappal ezelőtti csomagkészlet lenne. Azaz nem jelent neked ez gondot, hiszen gyakorlatilag ugyanolyan frissítést kell lefolytatni, mint az előző időkben, meg akármikor. Gyakorlatilag ennyit csinál ez a szkriptecske, én be is csukom. Ahogy egyébként lehet látni, gyakorlatilag csak feltettem az EOS-t, és próbálgatom, nézegetem, nagyon tetszik egyébként, mert villámgyors. Nyilvánvalóan Arch alapon plusz pár száz kis programocska, szkriptecske, beállító fájlocska, semmi extra, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez egy külön iszonyat nagy disztribúció. Inkább az Archnak egy olyan verziója, amit könnyen tudsz telepíteni, kényelmesen használni. Oké, beütjük, hogy sudo EOS shift time. Ez a szkriptecskének a neve, elindítjuk, a sudo természetesen kell, hiszen frissítésről beszélünk. Megkérdezi a jelszavamat, beírom a jelszavamat, kattogásból látható, hogy nem három darab a, lehet, hogy ezt a rendszert megtartom, gyakorlatilag nem szeretnék egyelőre hozzányúlni.
és igazából csak tesztelgetem, próbálgatom egy nyers ársalapú rendszer, amihez egy-két kiegészítőt adnak, azaz jelszó. Előugrik a JAD panel, ez egy JAD egyen panel kezelő kis egyszerű dolog, és bekéri azt, hogy bizony melyik dátumra szeretnéd beállítani ezt a rendszert, milyen dátumos frissítést szeretnéd, vagy milyen dátumra szeretnéd visszaminősíteni a rendszert. Hát én azt mondom, hogy ma van 18-a, 13-ára biztos, hogy nem, 14-ére visszaminősítem a repókat, tehát azt az állapotot legyen szíves beírni az én rendszerembe, hogy ezeket a repókat, ezeket a tükörszerver részeket érjem el, és utána gyakorlatilag a másik monitorra dobta ki ezt a panelt. Lényeg az, hogy elmondja, hogy az összes pak a 14-i második hó 23. évben a 14. napi repo állapotot ő bizony beállította, és arra figyelj, ezt nem mondja, hogy figyelj, de én mondom, hogy azt az állapotot kapod meg. Szépen megcsinálta, amit kellett, letöltötte a dolgokat, az adatbázist, és a frissítést meg lehet csinálni. Ezek a frissítések vannak, és szeretné a telepítést elindítani, gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy normál telepítésnél, elindítom a telepítést, lefut a telepítés, és a 14-i, a hét elején lévő egyik napi állapotot felfrissíti, így ki tudom kerülni, mint ahogy a felvezetőben mondom, hogy a teljes frissítés után esetlegesen hibák lépnek fel, hiszen ami kedden hiba volt, azt én meg tudtam nézni, hogy jeleztek-e komolyabb hibát. Nem jeleztek, erre az időpontra beállítottam a frissítést, majd a jövő héten valamikor, hogyha a mai napi frissítésre nem jeleznek komolyabb hibát, akkor a mai napot megadom, vagy akármelyik napot, aminél úgy érzem, hogy bizony már ott leellenőriztem, hogy a frissítésekkel nem volt nagyobb gubanc, nem volt gond, előfordulhat. Az elmúlt 3 évben kétszer vagy háromszor volt komolyabb frissítési probléma, hogy olyan probléma, hogy egyes embereknek nem indult el a gépük. Gyakorlatilag engem nem érintett, mert én nem percenként frissítek, és előtte szeretem átolvasni, hogy mi történt, meg milyen hibajelzések vannak. Ez egy nagyon kényelmes gondolat arra, hogy kikerüld azt, hogy most ebben a pillanatban frissítesz, ki tudja, nem szokott gondot jelenteni, de ki tudja, hogy milyen minőségű az a frissítés, lehet benne probléma. A keddi frissítés, előző pár nappal ezelőtti frissítést én le tudtam ellenőrizni, hiszen azóta beírták volna azt, hogy Szent Isten nem indul a gépem, a grubort teljesen szétbarmolta a frissítés, vagy éppen a lemezpartíciókat nem ismeri fel, nyilván ezt jelzik az emberek. Hogyha kedden jelezték volna ezt, akkor nyilván nem teszem meg ezt a frissítést, megvárom, hogy javítsák, és azon dátummal frissítettem volna fel a rendszeremet, azaz ennyi. Le is futott, amíg beszéltem, és le is entereztem, és ennyi. Köszönöm szépen. Ennyi volt a frissítés a keddi, tehát pár nappal ezelőtti állapothoz, ami 99,999%-ig atombiztos, hiszen megnéztem, hogy kedden, szerdán nem sírt senkinek a szája, hogy összedőlt a világ, és az ő ársrendszere a frissítés után nem működik. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!